Szeretettel köszöntök mindenkit. Ez itt a Cumo Podcast. A mai adásban Ferge Béla lesz a vendégem, zenetanár, pedagógus, illetve író. A pályájáról és a kiadványokról faggattam őt, aki nemrégiben töltötte be az 51. születésnapját, és arra gondoltam, hogy jó lenne a podcastben bemutatni ezeket a könyveket, illetve az ő gondolkodását a zenéről, emberekről és a mai korunkról. Fogadjátok sok szeretettel! Nagyon örülök, hogy elfogadtad a meghívást. Én köszönöm, és szeretettel köszöntök én is mindenki, téged is mindenki. És nagyon örülök neki. Na hát röviden, szerintem azért téged a szakma elég jól ismer, azt kell mondjam. Hát te tényleg legendákkal játszottál, és olyan emberekkel, a Pege Aladár, ugye, hányig is voltál a Pege Aladár zenekarban? Nem egészen 2 év, az csak körülbelül 2 év. Igen, volt. Igen. És 2000 elején. Igen, mikor végeztél a zenei egyetemekkel? 1997-ben diplomáztam. Igen. De az volt az első, ami már főiskolai. Igen. Végig főiskolai szak volt. Igen. Na, hát érjünk vissza egy kicsit a kezdetekre. Kíváncsi vagyok. Egyébként még nem is, nem tudom, hogy beszéltünk erről, hogy hogy jött neked a dob? Van dobos a családban? Nem. Édesapám gitározott, könnyű zenét, jobban, hát az annak idején beat zenének mondták, ő abba lett szerelmes, és aztán amikor 10-12 éves lehettem, akkor egyszer hazahozott egy egyszerű kis dobocskát, ami egy kis kézi dob volt, és azon kezdtem el játszogatni, és hát ugye az kiderült, hogy talán van hozzá valami érzékem, és akkor úgy ő egy nagyon régi dobfelszerelést valamilyen művelődési házból tudott kölcsönözni, és akkor magamtól egy lemezjátszó segítségével, tehát magyarul hallgattam a lemezeket, és arról lényegében fülleltem le a dobkíséreteket, és akkor így alakult. Aztán zeneiskola, aztán... Egész gyerekkorodban volt ez, amikor... Igen. Egész mondom, pici. Igen, 10-12 éves koromban kezdődött ez. De dobos nem volt a családban. És akkor így megszeretted a dobot, így mondtad, hogy te dobos akarsz lenni, azt mondtad a szüleidnek? Először próbálkoztam egyébként a gitárral is, csak hát ott nagyon fájt a kezem, mert éreztem, hogy ez nem az én világom. Hát ez ugye, ez adottságok is kellenek, és ez a dob, ez nagyon, igen, ez nagyon, nagyon bejött. Aztán utána tényleg a dobon kívül más nem is nagyon, úgy hangszerileg nem nagyon érdekelt. Aztán később ez a zongora, az ilyen alap, a zenészeknél, ugye, de nagyon sokáig szinte csak a dobbal foglalkoztam. Hát az ének zenei tagozatra jártam Székesfehérváron, az nagyon sokat segített nekem, ugye a kórusban éneklés, ott akkor nagyon erős volt a jazz élet is egyébként, vagy a klasszikus zenei élet, ugye, és ott meg már egy kicsit úgy megfertőzöttem mindenféle műfajjal, de addig inkább csak a könnyű zenével foglalkoztam, de ez 86-tól 90-ig Székesfehérváron, a Vaspári Pál gimnáziumban nagyon erős, jó énekzenei tagozat volt, ott tanultam, és ott mondom már, kinyílt a szemem többféle műfajjal. Ez ugye a rendszerváltozás előtti évek, nagyon nagy buzgóság, fiatalság, sok-sok remény, és ugye akkor már sokkal könnyebben elérhetővé váltak azok a felvételek, meg koncertvideók, sőt, hát ugye a székesfehérvári részen, ugye ott lehetett fogni már egyes nyugati tévéket is, tehát az osztrák tévét és egyebeket is, később pedig hát ugye már ugye ez egyértelművé vált, hogy kinyíltak ezek a csatornák, és akkor ott én már figyeltem ezeket a híres jazzdobosokat. Hát persze a magyarok közül Kőszeg Imre volt az első, akire fölfigyeltem, édesapám is nagyon felhívta a figyelmemet erre, előtte pedig
könnyű zenei dobosok, ugye a Fekete Pisti testvére, bátyja, a Fekete Gabi, aki aztán Amerikába ment, ő Igen. volt egy nagy a képem, aztán Csolti, Jancsi, Pap Tamás, aki milyen popzené, de mégis jazzon szakot végezett popzenészek, könnyű zenészek voltak. Mindig érdekeltek ezek a finomságok a dobon. Hát, ugye általában nagyon hamar meguntam Értem. az egysíkú dobolást, aztán mindig kerestem a finomságokat. És akkor gondolom először klasszikus ütősnek azt a zeneiskolában, ugye hivatalosan a zeneiskolában igen, klasszikus ütő, de hát ugye ünnepnapokon, bár nekem azok voltak az ünnepnapok, amikor elővettük a szerelést. És akkor, hát ugye egy klasszikus ütőtanár ezzel nehezen tudott mit kezdeni, mert ugye hát ő nem ezt tanította, de azért sok-sok örömöm volt a klasszikus ütőben is, és jeltem, amit csak tudtam, megtanultam, ugye nagyon És akkor bocsánat. ez, és utána mentél konzervatóriumba, jól tudom? Nem, én azt meg elmentem felvételizni, de rájöttem, hogy ez nem az én világom. Aha. És aztán azért lett belőle egy énekzene tagozat. Ah. A középiskolában énekzene tagozaton. Ah, ez egy ilyen köztes út volt, mert közben tudtam zenélni, és hát olyan osztályban jártam, egy olyan osztály közösségben, ami lényegében ma már nem is tudom, vagy 3-4 élvonalbeli énekest termelt ki, tehát opera énekeseket a világ bármelyik táján énekelnek, nagyon, nagyon, tehát nagyon jó kis csapat, nagyon, nagyon jó kis csapat jött ott össze, és engem is emelt ez a dolog, tehát hogy láttam, igen. Hogy akkor nagyon erős volt az oktatás, azt mondott, hogy igen, nagyon igen. igényes és erős voltak a... Tehát lényegében nekem a konzi kimaradt, a középiskola, de nem bánom, mert mondom, az énekzeni tagozaton mi gimnázium volt, ez egy énekzeni tagozatos gimnázium volt, ahogy mondtam. Igen. Ott nagyon, nagyon, nagyon jó pótolta. Jó, a hangszeres tanulmányaimat azt nem pótolta, de mondom, énekben és zenében is művészetről való gondolkodás. Igen, igen, igen. Igen. És aztán felvételiztél az akkori... jazz tanszékre, ugye? Hát igen, ez ugye, hát nagyon hamar rájöttem arra, hogy képezni kell magamat, és aztán Nestor Ivánhoz iratkoztam be 2 évig. És az Iván nagyon, hát szépen helyre rakta a dolgokat, tehát mondta, hogy ügyesen dobolgatok, de szinte előről kell kezdeni a technikai dolgok, mert rossz beidegződések vannak. Hát ez nagyon sok embernél, ugye, aki autodidakta módon tanult. Igen. Ez előfordul, és akkor az első év után is megpróbáltam a felvételit, de tehát szinte az esélytelen nyugalmával, mert tudtam, hogy akkor nem fognak felvenni, és a másodjára vettek föl. Tehát 2 évig jártam az Ivánhoz, ő nagyon szépen. Egyébként ő akkor tanított is a Kőszegi Imrével. Ők voltak ketten a tanárok. Igen, akkor, ők voltak, és a Zsoldos Béla volt a klasszikus ütő. Három. Úgyhogy az Iván készített fel, és aztán Értem. Utána, hát soha nem felejtem el, hogy a felvételin nagyon izgultunk. Ez mikor is volt kb. Hányban volt ez? 3-ban. 93-ban. És akkor a Gonda János félrehívott. Akkor az még az újpesti volt, ugye? Vagy még az sem? Újpesten volt az Adi Műfő. Újpesten. Igen, igen, igen. Egyszer voltam ott egyébként még, egész 17 éves voltam, a Gonda János hallgatott meg, egyszer a Márkus Tibi, még a postás jazziskola volt, és ott voltam. Igen. Jó, hogy mondod, mert a Márkus Tibihez jártam viszont elméletfelkészítésre. Ah, igen, tehát igen. Ugye elég erős volt a felvételi az elméleti is, tehát a hallás meg hasonló, és akkor azt meg a Tibihez, tehát az Ivánnal és a Márkus Tibivel párhuzamosan készültünk közösen, tehát igazából a Tibi segített nekem az ongora és a szólfés részében, zeneelmélet részében, a Iván pedig a dob. És akkor itt már csak jazz tanultál, ha jól tudom, akkor itt már...
Persze, hát... Azt is mondtad, hogy te ez az út, és ugye ezt akarod tanulni. Igen, akkor igazából más, már nem is nagyon érdekelt, akkor nagyon belezúgtam ebbe a műfajba is. Igen. És téged nagyon hamar elvittek is játszani aztán. Azt tudom, hogy még jártál, és közben már hívtak téged játszani. Mesélj erről, hogy milyen volt ez, hogy hirtelen belecsöppentél a mély vízbe. Igen, nekem ez ugye már mondom, a felvételinél is Gonda János félrehívott, hogy hát ugye én egy vidéki gyerek vagyok, hogy játszottam jazz-t, és hát mondtam, hogy igazából sehogy. Tehát én csak mindig a lemezjátszóval együtt zenélgettem. Hát és akkor szerintem így, az a legjobb. Én igen, is így kezdtem. Rengeteget lehet tanulni belőle egyébként. Hát az a legnagyobb iskola szerintem. És akkor hát a Gonda János nagy örömmel mondta, hogy most már innentől fogva lesz lehetőségem élő emberekkel is játszani. De jó. És akkor lényegében szerintem, én úgy emlékszem, hogy a második évfolyamban jártam, amikor elkezdtek már hívogatni. Minden. Hát, hogy mondjam, ez, én most konkrétan nem is emlékszem, hogy ki hívott el először, de nagyon sok segítséget kaptam, és jó szavakat Babos Gyulától, és másoktól is, hát ugye aztán alkalmam nyílt ugye beugrani néha a Vukán trióba, ott nagyon sokat tanultam, ugye a Vukán Gyurival is játszottam, és tényleg megtisztelő volt. Berkes Balázson is, ővel lett. Wow. Hát volt a Dunapalotában volt nekik egy jazz klubjuk. Oh. 90-es években, és hogyha Balázs Elemér nem ért rá, akkor néhányszor beküldött maga helyet, és akkor ez is egy... De aztán a Berki Tamás, és Székesfehérváron lett egy jazz klub. Tulajdonképpen a tanárok hívtak el játszani majd. Igen, hát lényegében igen, ezt mondhatjuk. Vagy a tanárok által, igen. Igen. Valahogy így. Igen. Igen, ez nagyon hálás is vagyok, mert ott tanultam a legtöbbet. Igen. Mert ugye bedobtak a mély vízbe, hát aztán voltak kemény megpróbáltatások minden szempontból. Ez emberileg, szakmailag is ez. Igen. Mennyire emlékezel vissza a 90-es évekre így a magyar zenei életre? Mennyire különböző a mostanitól, vagy mennyire más? Hogy emlékszel erre? Hát a mairól sokat már annyira nem tudok, mert ugye egyrészt a mai generáció, a jazzzenészeket se ismerem, a mai nagyon a fiatal, a legfiatalabbakat. A könnyű zenét meg aztán szinte már nem is tudom figyelni nagyon, mert hát az annyi időm nincs, hogy napi. De persze a gyerekek, a tanítványai azok engem frissítenek ilyen szempontból. Én azt éreztem akkor, hogy volt egy, ahogy mondtam, a rendszerváltozás után volt egy nagy felbuzdulás, rengeteg jazzklub volt. Uh-huh. Nem hivatalos jazzklub, hanem olyan hely, ahol jazz lehetett játszani. Volt egy-két jó jazzklub, ugye a Merlin jazzklub, mondjuk kiemelt. Uh-huh. Oda jártunk ebédelni is egyébként. Nagyon, nagyon szerettük azt a helyet, hogy zongora volt, színpad volt, tehát egy méltó helyszín volt. Vagy a Long Jazz Club, vagy a nem tudom, a Black and White, vagy nem tudom, voltak mindenféle helyek, ahol. De emellett ugye az osztálytársakkal, vagy a korombeli srácokkal zenéltünk, és bizony, ha ügyesek voltunk, és meg tudtunk keresni bizonyos helyeket, vagy bementünk, és mondtuk, hogy nekünk van egy jazz triónk, akkor simán lehetett játszani. Ezt nem tudom, hogy most meg lehetett tenni. Én úgy gondolom, hogy nem annyira. Tehát egy héten négyszer-ötször is játszottunk, volt olyan. Hú. Nagyon, nagyon, és egy kis trióval elmentünk játszani. Persze, mondom, nem hivatalos jazzklubok voltak, sokszor eltettek itt közben, tehát nem mindig a zenéért voltak ott az emberek. Igen, de igen. Egyre inkább figyeltek, mert hogyha látták, hogy mindent, a vezetőség is úgy gondolkozott, hogy hát a zene, az élő zene, az talán emeli a közönségnek a jó érzését is, és tényleg úgy volt, hogy nagyon sok szép élmény van. Aztán voltak persze megalázó élmények is, de hát egy étteremben az ember ezt vállalja, vagy egy pizzériában, vagy nem tudom, egy kávézóban. Igen. Egy egyetemre járó
diák, az, neki azért jó, hogyha van egy kis zseppénz is, ugye? Hát ez. Meg akkor te, jól tudom, akkor te egyedül éltél Pesten, ugye? Akkor így, vagy együtt közösen béreltetek lakást, vagy? Igen, egy albéletben laktunk többen, akik ugye az egyetemre jártunk, a Patay György és a Kőfaj Csabi, aki mind a ketten nagyon jó jazzzenészek, ővelük voltunk egy közös albéletben. Uh-huh. Nem volt aztán hiány, hál' Istennek, a munkában, mert én elvállaltam a Samkó János, ő ott hagyta az Albert Isai zeneiskolát, és akkor a Nesztor Ivánnak szólt, hogy esetleg tud-e olyan tanítványt, aki szívesen menne tanítani, és én 94-től lényegében én hivatalosan tanítok. Most már 30 éve tanítok. Jövőre lesz 30 éve. És akkor hát az Albert Isai mellett még aztán Monóra is bekerültem egy félállásba, úgyhogy rengeteget tanítottam is már a tanulás szinte mellett. Szinte alig végezted el az iskolát, már tanítottál is, vagy az iskola mellett is tanítottál. Sőt, hát mondom, második évfolyamban már, ugye akkor is lehetett. Igen, hát ha elmondom egy napomat, hogy 6 órakor bementem az újpesti, ugye az Adi Művközpontba, és ott a női öltözőben volt a dokterem, viccesen női napozottuk, és hogyha nem a szerencsém volt, és akkor nem ment oda más 6 órára, vagy 7-re, és akkor tudtam gyakorolni, akkor 9-ig mondjuk gyakoroltam, akkor utána lementek az órák, és aztán mentem Albert Isára tanítani, és este pedig, hát nem tudom, te biztos emlékszel még a Le Jardin de Paris-re, a francia étterem, ami most is meg. Oda jártam be minden este még zenélni. Tehát a tanítás után. Tehát nekem lényegében 6 órától éjfélig be volt osztva a napom éveken át, viszont mindig volt annyi kis pénzem, hogy ne halljak éhen idézőjelbe. Tehát igen, volt egy anyagi biztonság. Tartani, így van. Tudtam magamat tartani, sőt, hát még igen, maradt is talán egy kis plusz. Mondom, igazából ez így ment el évekig. Amit akkor az ember nem vett olyan nagyon fárasztónak, de hát persze most utólag, ha belegondolok, hát már nem biztos, hogy bírnám. Vagy igen, bírnám igen, igen, igen. Persze, nyilván egy fiatalabb az, persze. Igen. És aztán nagyon sok, rengeteg zenekarba játszottál, és aztán mondtad egyszer nekem, hogy így egyszerűen csak azt mondtad, hogy most így most már nem akarsz nagyon zenekarokba játszani. Vagyis mesélj erről, hogy mi volt ez, hogy így végül is nem hagytad abba, de hogy inkább más utakra szerettél volna menni, másban érdekelt. Sok zenekartól tudom, hogy az ember egy kicsit már bele tud fáradni, mert az tényleg, akkoriban tényleg nagyon sok zenekar volt, és tényleg, ahogy mondtad, hogy mindenki játszott. De hogy akkor így te döntöttél arról, hogy akkor inkább csak a tanítás mellett maradsz. Igazából túltoltam szerintem ezt a dolgot, mint ahogy nagyon sokan ezt csináljuk, akik ebből éltünk, vagy élünk, hogy lényegében mindent elvállal az ember, és nagyon nehezen mond nemet, akár show műsorokra, vagy mindenféle popzenei idézőjelbe produkciókban, vagy könnyűzenei produkciók is, és ez az embert megeszi. Tehát volt olyan, hogy egy nap 2-3 koncertet csináltam, és már attól féltem, hogy a zenét sem fogom szeretni. Tehát már nem volt bennem az a frissesség, az öröm, amikor zenéltünk, hanem kezdett rutinná válni, kezdett. Aztán persze közben megnősültem, egy családos ember egészen másképp tekint a világra, megszületett a kislányom, és rájöttem, hogy inkább szeretnék esténként otthon lenni vele, szeretnék valahogy más életformát élni. Igen, egy idő után ez a sok tényleg, ez a sok koncert, meg ez a, hogy mondjam, a Reflektor fényben állandóan tényleg benne lenni. A Ringo Starr mondta, hogy, a,
hogy már játszottak ugye a Beatles-en egy az utolsó nem buli, amit már tudta, hogy ő már nem akarja tovább csinálni, mert egyszerűen már a hangzavar volt, olyan csikoltozás, hogy csak a gyerekeknek a hangját hallotta, és azt mondta, hogy semmi ideje nem volt gyakorolni, és azt mondta, hogy össze-vissza játszott. Szóval azt se hallotta, amit játszott, meg már a keze se volt ott, meg az agya sem volt ott, és azt mondta, hogy szerinte itt kell abba hagyni ezt az egészet, mert ez egy hatalmas dolog egyébként. Hogy ezt egy zenésznek azt mondani, amikor tényleg fönt van, és jönnek a koncertek, jó pénzek, egyre több gázsír játszik az ember, és azt mondani, hogy hát végül is ez nem annyira a zenéről szól. Vagyis nem ezt gondolom, hogy ez kéne lennie is. És ez nagy dolog, hogy benned is megfogalmazódott, és ebben nagyon sok zenész ben is megfogalmazódok, akik tényleg szupersztárok voltak, és inkább azt mondják, hogy egy kicsit csendesebben szeretnének élni, mert hogy... És akkor... A csúcson kell egyébként abba hagyni, azt szokták mondani, ilyen közhelyes mondat ez, de van benne valami. Igen. Mert így az embernek marad egy jó érzés, de az, hogy az ember lefelé megy, és már csak kiég, ott van azt szerintem, hogy akkor már nem, vagy nem tudja az ember adni, vagy ha abba is hagyja, az biztos, hogy nagyon, nagyon megalázó lesz, vagy valami nagyon, nagyon teljes, bocsánat. Sérül, igen, lelkileg az ember sérül, és utána, igen, ezt én is így látom, hogy... És aztán... Igen. Bocsánat, a legfontosabbat igazából ugye nem mondtam, mert ugye közben én elkezdtem foglalkozni a Bibliával. És a Biblia... Ó, igen. És a Biblia, tehát nekem a Biblia tisztasága és az én általam megélt életmód között óriási szakadék volt. Na most az ember ezt vagy hagyja, vagy félreteszi, és azt mondja, hogy hát ez nem olyan fontos, vagy pedig elkezd a lelkiismerete ugye egyre inkább örlődni és megszólalni, hogy valami más utat kellene találni a zenében, vagy az életben. És így találtam rá egy olyan mondatra, ami igazából, ami elindította bennem, hogy lényegében az élet nem arról szól, hogy az én a magam dicsőségére éljek, ahogy így Jézus mondja a Bibliában, hogy ti egymástól nyertek dicsőséget. Ugye ez egy olyan mondat volt, ami én bennem hónapokig ment, éreztem, hogy valami mély igazság van, de próbáltam az én életemhez hozzáigazítani, és mondom, ezek a dolgok így együtt, a család, a gyermek, a talán a kiégés felé vezető ösvény. Fáradt, az a fáradt is az ember. Igen, és közben a fásultság mellett pedig ez a nemes tisztaság, ami a Bibliából jött, ez hozta azt, hogy lényegében egyik napról a másikra én tényleg kiszálltam az akkor elég jól futó zenekarunkból. Ugye Pege Aladár után alakítunk egy saját zenekart, barátokkal, egy lemez is készült, és aztán így igen. Ebből kiszálltam. És hogy találkoztál a Bibliával? Hogy hívő családban nőttél föl, vagy? Nem kifejezetten. Vagy nem gyerekkorodban kifejezetten. Nem voltak ilyen nem, semmilyen, semmilyen vallásos neveltetésem, vagy élményem nem nagyon volt. Anyukámnak volt otthon egy Bibliája, levettem egyszer a polcról, ugye rengeteget utaztam, ugye még ami a főiskolán, vagy egyetemen jártam, és akkor a vonaton elkezdtem olvasgatni, és akkor ez így egyre jobban megérintettek ezek a gondolatok. Hát ez ugye az általában a 30 éves emberek kezdenek el már úgy gondolkodni az életről, hogy hát miért is vagyok itt, mi nekem a feladatom, és ez körülbelül akkor is volt nekem, ez a krisztusi kor. Ilyen 33 éves lehettem, amikor meghoztam ezeket a nagyobb döntéseket. Én úgy gondolom, hogy ez mindenkinek eljön valamilyen szempontból, úgyhogy lehet később. Igen, lehet a személyes kutatás, ugye? Mert hát ugye egy nagyon nyitott ember vagy, azt elmondhatom rólad. És tényleg az, hogy
Meg hát ugye a művészet, egy művész ember az ugye ez állandóan kutat és keresi, és hát rengeteg olyan zene van a klasszikus zenében, például én nekem a Johann Sebastian Bach fogott meg először, amikor Máté Passiót, vagy ilyen komolyabb műveket meghallgattam, az rám hatalmas hatással volt. De, és akkor így elkezdted olvasgatni, és akkor így rádöbbentél, hogy végül is van egy másik út is. Ugye? Hogy így, ezt gondolom, ez azért egy idő, mire ez kialakul. Hát ez nem egy perc, persze. Az emberben először, ahogy mondtam, megindul egy gondolat, nem tud bele először mit kezdeni, megtalálja, eltalálja, és nem tud belelépni. Ha aztán, hogyha sokáig ezt mondom, az ember halogatja, annál rosszabb, mert az ember a lelkiismeret ellen ne éljen azért. És mit szóltak a kollégáid, hogy így mondtad, hogy te hát, ki akarsz lépni? Nem értették. De én nem is akartam ezt nagyon elmagyarázni, mert nem is tudtam volna, mert ezt valahol belül érzi az ember legbelül. És nem az ő miattuk, nem akartam elmondani, hogy nem értették volna meg, de mert én se tudtam kifejezni ezt szavakban. Tehát ez egy nagyon mély megélt. Persze valamilyen szempontból persze el tudtam volna magyarázni, de nem értettem, vagy nem láttam értelmét ebbe, mert ez szerintem mindenkinek másképp jön el ez a pillanat, hogy ezekben döntenie kell. Vagy éppen nem dönt, vagy dönt. Tehát azon döntötti, hogy akkor úgy ott hagyod a turnézás, meg a legfeljebb fényt, és inkább akkor a tanítás mellett maradsz, és akkor két helyen tanítottál, vagy? Nem, hát igazából itt jött egy nagyon szép dolog, mert igazából a Sziget Fesztiválon volt az utolsó koncertem. 2000, nem tudom mikor volt. Hát több mint 20 éve. Azt tudom, hogy 20 éve lehetett, mert 2003-ban egy gyönyörű feladatot kaptam. Igazából, ami most is tart, mert amikor kiszálltam a zenekarból, akkor én azért úgy szálltam ki, hogy lényegében sötétben tapogatóztam, tehát persze volt egy tanári állásom, de hát az egy félállás, abból az ember nem tud egy családot elhagyni. Tehát én lényegében egy nagyon kockázatosnak, tehát egy kívülálló szemmel ez egy kockázatos döntés volt, tehát persze mellettem volt egy olyan hű társ, a feleségem, aki ezt tolerálta, sőt azt mondta, hogy bízunk abban, hogy megoldás lesz, valahogy felülről jön majd valami megoldás, és hát igazából én utaztam a hazafelé édesanyámot egy vonaton is. Ugye én tanítottam egy lányt zeneelméletre, aki, hát nem is lány, már akkor talán asszony is volt, és ő többször mondta nekem, hogy nincs-e kedvem fogyatékkal élő gyerekekkel foglalkozni, zenélni, és én amikor ezt megkérdezte tőlem, elutasítottam több okból is, egyrészt azért, mert túl zsúfolt volt az életem, mondtam, hogy nekem erre nincs időm, hát annyi zenekar, ahogy te is mondtad, hogy az emberrel megy az élet, és szinte már nem is éri utol magát, nincs semmire ideje, a másik pedig féltem is ettől, ugye nagyon sok emberben vannak előítéletek, és félelmek a fogyatékkal élők iránt, vagy felé. És akkor utazok a vonaton, és látom, hogy ilyen Down-szindrómás gyerekek ott középen vannak, én nagyon rossz paszban vagyok, mert hát persze meghoztam egy nagyon nagy döntést, de nem tudtam, hogy hogyan tovább. Ugye kiszálltam a jazz életből, lényegében a zenész életből, és akkor közben ott maradt egy olyan űr, minden szempontból, ez nem csak anyagilag, hanem hát az ember, hogyha nem kap valami értelmes feladatot az életben, akkor előbb-utóbb, akkor megkeseredik. És mondom, hát egy tanításom volt, egy félállásos tanításom, és akkor ott látom, hogy ez egy nyár volt, és középen ott beszélgetnek, és akkor egyszer csak, hát mondom, jaj, ide ne jöjjön egy, mert nem volt kedvem hozzájuk egyáltalán, és oda jött egy Down-szindrómás kisfiú egyből, hogy akar velem beszélgetni, hát ők nagyon közvetlenek, sőt, hát én mondtam pedig, hogy menjen el, most tényleg nem vagyok jó paszban, ő egyből odaívta az összes barátját. 10 percig beszélgetünk, nagyon aranyosak voltak, hogy teljesen feloldottam, mert elvittek egy másik irányba ebből egy kicsit ilyen meggyötört lelki állapotból. Igen.
és akkor egyszer csak látom, hogy ki velük a tanár, hát az a lány, vagy akiről beszéltem, aki a tanítványom volt, és járt zeneelméletre, és ugye mindig próbált engem rávenni, hogy tanítsam ezeket a gyerekeket, és akkor rám nézett, azt mondja, Béla, most sincs kedved tanítani ezeket a gyermekeket. És akkor szeptember 1-től 2003, soha nem felejtem el, 20 éve volt, 2003. szeptember 1-től ott tanítom Budapesten a egyik speciális iskolában a gyerekeket heti 2 nap. És a másik nap, több napokon pedig a Zsámbékon tanítok ütőtanárként. Úgyhogy ezek így, de hát én aztán nagyon sokat tanultam ezektől a gyermekektől, meg én igazából el szembesülni a dolgokkal. Tulajdonképpen akkor te egy ilyen zenés, terápiás foglalkozást csinálsz a gyerekeknek, vagy hogy? Hát ezt úgy hívjuk, hogy zenei fejlesztés, vagy kreatív zenei fejlesztés. Én ugye nem tanultam zeneterápiát, hanem lényegében én a zenéből indultam ki, és ugye így lényegében köztük jött létre ez a könyv is, mert az első könyvem 2011-ben jelent meg, és lényegében azokat a tapasztalatokat írom bele benne, mert ugye ezeknél a gyerekeknél a zene hatása nagyon gyors. Tehát ők nem tudnak, ők nem kezdenek el viselkedni, vagy visszafogni magukat, hanem hogyha egy zene, amit mond nekik, azt ők egyből átveszik. Tehát, hogyha egy zene felajzott, akkor ők is felpörögnek. Ha egy zene nyugodt, vagy oldottabb, akkor ők is, tehát ők átadják a zenének magukat, és akkor én ezt láttam, hogy mennyire túlpörgeti bizonyos ritmusvilág őket, és mennyire szépen helyre tudja rakni őket, hogyha valami más zenét adunk, és innentől fogva jött ez a kérdés, hogy értékes, vagy csak divatos, és egyáltalán magammal is egy kicsit így vitatkoznom kellett, hogy azokat a zenéket, amiket én játszottam, és jónak tartottam, akár könnyű zene, jazz, vagy más műfajok, azok valóban milyen hatással vannak az emberekre, vagy milyen értéket képviselnek. Mm-hmm. Szóval azt mondod, hogy a gyerekek... Aha. Nagyon érdekes, amit az, hogy látod a reakciókat a gyerekeknek, és hogy mennyire érzékenyek, ugye, és ez lehet ekkora hatással volt, hogy... Igen. Hát mert ugye ez annyira egyértelmű, hogy tehát annyira látványos, hogy az ember ezzel szembe kell nézzen, mert igazából a gyerekek, ezek a gyermekek lényegében nem tudnak dönteni. A döntés a mi kezünkben van, hogy mit adunk nekik. Tehát ők átadják ezeknek a zenéknek magukat, de a zenetanár, vagy a képen velük van, ők kell, hogy irányítsa azt, hogy megtalálja, tehát hogy helyes arány legyen. Hangerőben, dinamikában, és tehát, hogy én egy idő után rájöttem, hogy minden gyermeknek, ahogy Kodály mondta, a lehető legjobbat kell adni. De ahhoz nekünk kell megtalálni azoknak a zenetanároknak, akik velük foglalkozunk, az igazi művészetet, és azt a művészetet, aminek élet van, tehát nem olyan művészetet, ami mondjuk nem tudnak felfogni, vagy értékelni, hanem olyan, mert ugye nagyon nagy az igényük arra, hogy legyen, mozogjon a zene, éljen a zene, főleg ugye a fogyatékkal élők nagyon szeretik ezt. Tehát meg kell találni ezeket a találatokat. És azt mondod, hogy a világi zene olyan hatással van rájuk, ami nem túl pozitív. Ha ezt jól értelmezem, mert gondolom, te olyan zenéket vittél nekik, amik ugye, hogy mondjam, nem annyira felajzott zene, hanem te mutattál nekik zenét, gondolom, te is játszottál nekik zenét, igen, együtt igen. Játszottál velük. Hát mondom, a világ ugye rájuk is hatással van, mert ugye gondolom, ők is hallgatnak mindenféle zenét, ugye? Vagy persze, mennyire sőt, ez nekik... Azzal nem tudunk mit kezdeni, és igazából ez a nagy felelősség, mert ugye nagyon sok esetben azt halljuk, hogy hát adjuk azt a gyerekeknek, amit szeret. Pedig az iskolának azt gondolom, erről is lehetne egy külön műsort csinálni, hogy mi a feladata. Az iskolának nem az a feladata, hogy az ember, hogy a gyermeknek azt, tehát például a zene, persze olyan zenét adjon, amitől ő épült.
De ugye nagyon sokszor felmerül ez, hogy hát amit szeret a gyerek. De hát a gyerek onnan tudja, hogy milyen műfajok vannak. A gyerek csak azt hallja, és én azért mondom, hogy igazi művészet kell, ahogy mondta Menuhin, nem azt kell adni az embereknek, és itt nem csak a gyerekekről van szó, és nem csak a fogyatékkal élőkkel, hanem minden embernek és minden gyermeknek, azt kell adni, és azt kell megmutatni, nem azt, amit szeretnek, hanem amit szerethetnének. Kinyitni nekik a spektrumot, kinyitni a zene gyönyörű világát, és megmutatni, hogy mennyiféle, mennyi színű zene van, és mennyire sokszínű ez a művészet. És akkor utána már sokkal könnyebb, hogyha van egy nyitottság. De addig az ember még azt mondja, hogy hát én kérem szépen ezt szeretem, de ez csak egy ilyen szűk szelet, amit én szeretek. És ez a nehéz, az embernek ezt a szűk szeletet így kinyitni, és kinyitni a kapukat, és megmutatni, hogy a zeneművészet ennél sokkal több. Úgyhogy ezt a gyerekeknél ez a mi Igen. felelősségük, és utána már ők is egyre jobban, tehát én nekem gyönyörű tapasztalataim voltak. Egy Debussy például óriási hatást keltett egy kislányra, aki végre elkezdett sírni. Nem tud, nem, volt egy fájdalma, ami ott volt belül. Mi is vagyunk így sokszor, csak őnála még nehezebb, mert nem tudott róla semmit beszélni. És egyszer egy Debussy darabot hallgattunk, és kitölt belőle a sírás, és akkor én megijedtem, hogy nehogy ebből valami olyan trauma legyen, és akkor azt csak annyit mondott nekem, hogy Béla, nyugodj meg, ez most nekem jó. Fantasztikus dolog. Fantasztikus. Ez Ő jó. egyébként egy sérülés miatt került oda, egy agyi ütés miatt, egy kiválóan zongorázott, és Bach műveket is tud zongorázni, csak mivel hogy az agya megsérült, csak nagyon lassan tudta Szörnyű. összeszedni a régi emlékeket. És akkor nagyon lassan, mintha így le lenne lassítva egy zenedarab, úgy tudta eljátszani. De ővele például fantasztikus élményem, de volt William szindrómás, aki abszolút hallással rendelkezett. Volt olyan, aki Bach művére azt mondta, hogy ha ilyen zenét hallgatnánk, akkor más lenne a világ. Tehát, hogy nagyon mély Szóval igen, érzések. te így tanácsolod is őket, hogy ugye mit visznek haza, hogy mit vigyenek haza, mit hallgassanak, ha jól értem, akkor tényleg te így megmutatod nekik azokat a zenéket is, amik nem annyira populárisak, mondjuk, mint a mai zene, de ha jól értem, akkor tényleg ez egy ilyen nagyon nagy feladat, és ez nagyon, Hát ez nagyon nagy felelősség, nagyon nagy felelősség. nagyon, Ez nagyon. nagyon meg kell ismerni a zenét, amit én nem mondhatok magamról, hogy én mondjuk ezt bármilyen százalékban Igen, és akkor megtettem, de térjük megpróbálom. vissza. Igen, ez zseniális, ez szuper, és térjünk erre a könyvre. Mert én emlékszem én is, hogy ő megjelent. Képzeld, hogy nekem kaptam tőle egy pár darabot, de aki meglátta a polcomon, az minden vitte, és soha nem adta vissza. Úgyhogy nekem már nincs is ez a könyvem meg. Szégyellem, de De nekem is ezt még le. sérült példányom van, valami átázott példány. Én is most kerestem elő, ez az egy darab van, mondjuk ez már a második bővített kiadás, mert aztán ugye 1000 példányban lett kiadva is, az nagyon gyorsan elkapkodták, mert valószínűleg ebben a Igen. témában tényleg nem nagyon írtak annak idején, vagy lehet, hogy most Igen. sem, és aztán utána ki lett nyomva, ez már a második kiadás, újra még 1000. Tehát összesen 2000 példányban kelt el ez a könyv. Ez nem az én. És az értékes vagy divatos? Igen, de ez nem az én érdemem, mondom inkább csak az, hogy sajnos ebben a témában nem írnak nagyon. Értékes vagy csak divatos, ez Igen. egy kérdés, és erre a kérdésre keresi a könyv a választ. Mondom, rengeteg olyan élmény, amit a tanítás során szereztem, és közben már ugye én is, ahogy elkezdtem gondolkodni ezekről a dolgokról, amikor eddig is beszéltünk, ezek vannak benne lényegében a könyvben. Értem, értem. És ebből esetleg lesz egy harmadik kiadás, esetleg Hát valami, nagyon vagy nehéz már? most könyvet kiadni, mert ugye a papírárak az égben vannak, a nyomdai árak nagyon az Igen. égben vannak. Lenne rá igény, tehát nagyon sokan keresik nálam a könyvet, meg írnak, de sajnos egyelőre nem látok semmi esélyt, mert ezeknek most talán duplája lett a kiadás. Gondolkozom egy olcsóbb, mert ugye ez egy nagyon szép könyv lett egyébként,
bár nem kemény borítós, de nagyon igényes tele fotókkal és színes, és nagyon tényleg Homer Attila szerkesztésében vagy segítségével, ugye ő segített, és hát persze sokan más. Igen, egy nagyon jó könyv, tényleg, amikor kértél engem, hogy írjak róla valamit, hát nem is tudtam, mert annyira mély dolog, és ezt megfogalmazni egy mondatban, hogy miről is szól, mert ez tényleg nagyon mély, és te nagyon-nagyon az elejétől elkezded, és nagyon magasra viszed ezt a könyvet, és szóval ezt nagyon ajánlom, hogy szerintem ez nagyon jó lenne, hogyha ez sikerülne majd valahogy. Majd reméljük, hogy ezek után majd jön egy szponzor, és igen, hát én reménykedem én is, hogy meg én mostanában egyre több kérés van, úgyhogy lehet, hogy az lesz a megoldás, hogy valahogy egy egyszerűbb papírra valami igen. A tartalom a lényeg, tehát most persze egy könyvnek azért fontos nagyon az, hogy jó essen megfogni, és az ember. De hát most ugye válság van ebben a szempontból, mert egyre kevesebben olvasnak. Lehet, hogy az elektronikus kiadása lenne talán a legszépszerűbb. Ezen is gondolkozhatnánk. Igen. Igazából. Mondom. Igen. Akkor most beszéljünk erről az írói oldaladról is, mert hát is utána te ezt folytattad tovább, ha lehet így mondani. Szóval ez a könyvírás, hát látom, ott is elég sok könyv van, nekem ez csak virtuális egyelőre. Na, de térjünk vissza rá, hogy szinte lehet mondani, hogy azért te már egy jó ideje, majdnem, hogy egy 15-20 éve járod az országot, előadásokat tartani és koncerttel. Ez hogy jött neked, Béla, hogy? Hát ez az első lökete, vagy az elindítója a jótékony koncertek voltak, amire te emlékszel, hogy te is már vettél nagyon hamar. És 2006-tól indultak el ezek a jótékonysági koncertek, és ott lényegében összeállt egy olyan csapat, akikkel láthatóan hasonlóan gondolkoztunk sok mindenben, zenében, világ dolgaiban. És aztán ebből lett aztán a kreatív zenei műhely, és ebből lett aztán az, hogy megismertem olyan embereket, akik újságban foglalkoztak, ugye a Nyitott Szemmel újságban kezdtem el cikkeket írogatni, de igazából nem is a Nyitott Szemmel volt az első írásom, hanem engem az iskolában, a speciális iskolában, amiről beszéltem, rávettek, egy tanulmánykötet jelent meg akkor 2010-ben, és mondta az igazgatónő, hogy hát Bélát, itt vagy már te is most már 6-7 éve, írd le a gondolataidat, mit tapasztaltál itt az iskolában, gyerekekről, zenéről. És én megírtam elkezdtem írni egy tanulmányt, azt mondta, hogy egy-két oldal elég, hát csak hogy foglald össze, hogy mi az, amit tapasztaltál. És egyébként ez is egy nagyon szép kis kiadvány. És hát elkezdtem írni, és képzeld el, hogy 20-25 oldal kijött belőlem gondolat. És akkor mondtam az igazgatónak, hát olvassátok át, én ennyit írtam le, hogy belefér-e esetleg. Persze, Bélát, úgy örülünk neki, átnézték, és akkor így ki lett adva. És ezt egy... És ez miről is szól ez a hát könyv? Hát lényegében ez a értelmileg sérült tanulók társadalmi integrációjáról szól, lényegében a fejlesztési területek, tehát én a zenei fejlesztés, tehát hogy lényegében arról, amiről beszéltünk az előbb, hogy hogyan lehet fejleszteni egy gyermeket, és milyen zenével lehet fejleszteni. Én erről, és hát itt a különböző művészeti ágak, ugye itt van a kerámiával foglalkozik, és mondom... Lényegében igen, ez a művészet és a terápia a központja ennek a könyvnek, és akkor így mondom, ebből a könyvből lett később lényegében ez. De ahhoz kellett az, hogy közben van egy közbűső állomás, a Nyitott Szemmel újság, ahol megkértek, hogy ilyen kis témákban néhány oldalakat írja. És akkor hát már, ha így elkezdtem írogatni, és akkor láttam, hogy hát már megvolt, vagy 10-15 téma, így, és akkor azt gondoltam, hogy milyen jó lenne ezt egy könyvben kiadni.
Lényegében ez a könyv ilyen cikkekből állt össze, egy kis esszékből, kis tanulmányokból. És akkor hozzáírtam még egy-két témát, rengeteget olvastam, nekem nagyon sokat segített a Menuhin könyv, ugye az ember zenéje, Pernye András könyvei, Szabolcsi Bence könyvei, Molnár Antal könyvei, Kodály gondolatai, és ezeket próbáltam valahogy összegyúrni, amennyire lehetett. És így lett, megmondom szinte, hát ugye ez jelent meg, ez a tanulmánykötet 2010-ben, és már egy évre rá megjelent karácsonyra, 2011. decemberében, hát emlékszel, te is volt egy nagyon szép Igen. Zenei, vagy egy kis zenei kis közjáték is a könyv bemutatón, amit te adtál. Igen, így van, egy könyvben, ahol mondjuk el, hogy kik is volt a könyvben. Hát a Ransburg Zsuzsa, ugye Ransburg tanár úr felesége, ő az, aki előszót írt a könyvhöz. Egy volt Kodály Zoltán tanítvány, Sebestyén Péter bácsi, aki már sajnos nincs köztünk. Igen. És te voltál hárman, akik ugye az ajánlást Igen, írták igen, a igen. könyv átsó. Igen, 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 emlékszek, igen. Igen, igen. Mondom, ez tényleg nagyon hamar elkapkodták még tőlem is, akik itt átjöttek. Milyen könyv ez? Jaj, de jó érdekes, és már nem hozták. És tényleg, az reméljük, hogy lesz ebből akkor egy újabb verzió. Na és utána viszont jöttek a többi kiadások. Igen, sajnos a többi hálahangokból nincsen nekem, már egy példányom se. Az ugye, nekem egy van akkor még, ezt be tudod is. Mutatni. Lelki tartalmakat penget. Nagyon szép kiadvány lett, szerintem az egyik legszebb kiadványunk minden szempontból. De az, mondom, az inkább egy vallásos, lelki mondani valóval jön elő, és tényleg az embernek a legbelsőbb lelki vívódásairól és örömeiről szól. Nagyon, nagyon szép könyv lett, és ugye az is már CD melléklettel. Egyébként mindig ez volt a mániám, hogy mindegyik ez legyen, ez is lett CD melléklet elsőképpen. Vagy első kiadásban volt, aztán utána már letölthette. Méghozzá egy nagyon, erről beszéljünk, mert ez egy nagyon érdekes, amikor én is beraktam ezt a CD-t, meghallgattam, csináltál két olyan tracket, ami úgy hiszem egy klasszikus zenemű, igen, és egy sima klasszikus zenemű, nem tudom már pontosan melyik most, ha segítesz ebben, egy nagyon híres zenemű van a lemezen, és utána viszont ennek egy ilyen, hát egy ilyen rockos feldolgozása, vagy ugye? Pachelbel Kánon. Ez... Igen, a híres Pachelbel Kánon. Igen, ott azt ezt szerettem volna megmutatni, hogy a mai világ hogyan szedi szét, hogyan darabolja szét, nem csak a zenét, hanem a gondolkodásunkat is. És így a biológiai ritmusunkat is.
Tehát ez nagyon komoly kutatások vannak már erről, hogy lényegében a homloklebegyünket hogyan kapcsolja ki ez a folyamatosan ismétlődő, monoton, ritmusvilág, ami Igen, hiszen ugye rákerül, ezt írod is a könyvben, hogy egy kompresszor rákerül ezekre a dalokra, ami végül is megszünteti a zenének a dinamikát. Arról meg nem is beszélünk. És ötször olyan hangos, nekem az volt feltűnő, nagyon érdekes volt a CD, én nem is gondoltam erre, hogy egymás után, ha ezt meghallgatod, milyen, mekkora hatása volt ez ránk. Mert ugye akkor a klasszikus zenében ugye még nem használtak annyi kompresszor, főleg régen. De még az újakban sem használják, mert hisz akkor nem jön neki a dinamika. Hát az valaki nem is engedi, hogy még jazzzenészek sem mindig engedi. Sőt, én beszéltem olyan jazzzenésszel, aki megbánta, hogy egyáltalán engedte ezt, hogy a kompresszort rárakják. Biztos lehet vele jól is bánni, én ez nem értek. De ezek a nagyon menő mai zenék, azok nagyon erősen használják ezeket a hatásokat, nagyon. És szinte letaglózóak a tényleg az, hogy hát ugye, mert mi történik, a halk részt fölhúzza, ami túl torz lenne, azt meg visszanyomja, tehát összenyomja, összepréseli a zenét. Ezt a könyvben nagyon képletesen. Nagyon jó, igen, ez látványosan is. Be is mutatom. Hát egyébként itt, ha már könyv, akkor itt mutatom itt a Pege Aladárral, ott. Igen, igen, igen. Vele játszunk, ez szerintem Münchenben volt egy egyetemi koncerten. Szóval igen, igazad van, hogy lényegében ez a mai technológia, ez a, igen, hát itt sajnos nem nagyon lehet látni, de ugye, hogy egy ilyen masszát csinál a zenéből. Igen, igen. Egy ilyen masszát csinál a zenéből, és összenyomja, összepréseli, és ezek a finomságok, amik a lelki rezdüléseket okoznák a zene által, ezek mind eltűnnek ebben sajnos. Hát ez, igen. De erről mondom, rengeteg igen. tanulmány is van, és nagyon érdekes volt számomra, mondom, hogy ezt egy lemezen meghallgattam én is, és így teljesen ez így megütött, hogy ez nagyon, 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 nagyon igaz, és nem biztos, hogy ez túl jó, mert hát hisz egyre hangosabbak a mai zenék, és ez ugye akkor ez a könyv, ez mikor is volt? Ez mikor 12 jelent meg? Éve, hát azóta ez... 12 éve, azóta még hangosabb a zene. És még hiszen lesz talán még hangosabb is, mert túl kell harsogni a világ zaját valahogy, és igen. És aztán ugye jött a Hála hangok, ami egy ilyen lelki zenei kiadvány, nagyon szép kiadvány, amiben én is közreműködtem, és rengeteg nagyon jó zenész közreműködött rajta, és énekesek is nagyon szép. És aztán te még tovább haladtál az úton. Igen, én nem nagyon állok meg mindig, de ez lehet, hogy ez belőlem jön, vagy hogy ez honnan jön, azt én nem tudom igazából, de az biztos, hogy nem unatkozom. Aztán igen, jött a hát ugye itt hátul látott is nagy példa, és szerintem minden zenésznek nagy példa kép a Bartók Béla. Tehát azt is közösen, ugye, közös munkával hoztuk létre. A Forráshangok című kiadvány, ami lényegében egy népek dalai, vagy népdalok magyar. Igen, ez nagyon... Népek dallamait dolgoztuk föl. Nagyon érdekes dallamokat találtál, Béla. Erről mesélj ezekről a kutatásokról, hogy találtad meg ezeket a népdalokat? Hát már ugye a Hálahangoknál már felmerült az, hogy dallamhiány van, ugye? És ezek az ősi dallamokat próbáltam keresni, ott is találtunk nagyon sok szép, főleg héber dallamokat, keleti dallamokat. Itt pedig, hát ugye a lengyeltől kezdve a kongói, nekem egy nagyon jó feladatot adtak így a fogyatékkal élők, mert minden évben tábort csináltunk, és nekem mindig kellett újabb-újabb dallamokat vinni a táborba. Vagy a táborba, és igazából mindig más volt a tematika. Valamikor Afrika volt a tematika, aztán valamikor a visegrádi négyek, és így aztán megismertem rengeteg afrikai dallamot, megismertem cseh dallamokat, lengyel, aztán román,
dallamokat, és így például ugye az európai népek nek a népzenéből rengeteg kiadvány van, és ebből többet bele is válogattam. De ázsiai dallamok, afrikai dallamoktól, ez egy ilyen, mondom, ez számomra egy kicsit ilyen feladat volt, hogy mindig valahogy volt egy tematika, és az alapján keresgéljek, és hát a zenei könyvtárban, mondom, rengeteg jó kis kiadványt lehet ezekből, vagy lehet ebben a témában találni. Igen. Akkor ez így évek alatt állt össze, és próbáltam a legszebb gyöngyszemeket, tehát ugye emlékszel tényleg is, gyönyörűen megkonszereltél. Igen. Például tatár népdal. Igen, nagyon szép. Udmurt népdal, tehát szóval ezek nagyon, nagyon különleges dallamok. És olyan mélyek és ősiek. Nagyon különleges, igen. Említetted Bartokot, ugye hát ő is egy nagy kutató volt ebben. Abszolút. Abszolút. Hát ugye ő szemlélete vezetett bennünket, ezért is lett a Csak tiszta forrásból, meg ezért lett a Forrás hangok, ugye, ez lett a címe, mert hogy kerestük a forrást, és ezeket a tényleg nagyon élő zenéket. Tehát, hogy bárhol megszólalnak ezek a zenék, mai napig élőek. Ez csodálatos, nem? Több ezer éves dallamok is akár. Igen. És mégis is nagyon igen. Mélyen bennünk élnek. Fantasztikus dolog. Tehát ez a zenének egy, igen. És az igazi művészetnek ez egy csodálatos adománya, varázsa szerintem. Igen, nagyon kellemes igen, élményem, az. És nagyon nagy örömöm ez a kutatvány. Nekem is. Rengeteget tanultam ebből, igen. Nagyon érdekes és mély dallamok. És ha már így Bartok is fölmerült, akkor nemrégiben jelentettek meg egy Bartok dokumentumfilmet, ahol a Péter az ő fiával beszélgetnek, és téged kértek föl erre, hogy emlékszek rá, a Művész moziba volt, a Puskinban volt ennek a vetítése, hogy utána egy kis beszél erről egy kis. Hát úgymond Bartokról is, meg a népzenéről is. Ez hogy jött? Hát ez egy nagyon, nagyon érdekes dolog, mert én Szentendrén is tanítottam, jó mondani, egy Szentendrei zenéiskolának, amelyik nagyon frekventált iskola, és ugye hát ott tényleg a népzene is nagyon erős egy tagozatán, és az ottani népzene tanárt kérték meg, hogy a Szentendrei moziban lesz ennek a filmnek egy bemutatója, és ott lesz a film rendezője. Sipos nevezető rendező. És igen, itt is van egyébként a, bocsánat, meg tudom mutatni, ez 2017. október 3-án volt ez a film bemutatója Szentendrén, és akkor itt is van, hogy Csipos József rendező lesz a vendég, és a másik pedig ugye Eredics Gábor. És akkor csörög a telefonom, és az Eredics Gábor mondja, hogy te Béla, hát te tudom, hogy Bartokról adták ki könyvet, mert ugye én egyszer a zeneiskolába tartottam ebből egy ilyen kis karácsonyi kis előadást a kollégáknak, és nagyon tetszett sokaknak, mert könyvet is elvitték. És akkor mondja az Eredics Gábor, hogy te én nem érek rá azon a napon, kiderült, hogy el kell mennünk valami, nem tudom milyen koncertre, hogy nem tudnál helyettem beugrani, hogy beszélgetnél a film rendezőjével, meg azt mondja, de nem is azt mondja, hogy beszélgetés, hanem elmondani Bartokról, amit. És akkor így lett ebből egy ilyen közönségtalálkozó a film után, én is akkor láttam először a filmet, ami egyik nagyon jó film. Nagyon jó film, hát sajnos a Bartók Péter, ő már nem él, ugye nem régében hunyt el, 96, vagy nem is tudom, tehát nagyon-nagyon idősen. És hát lényegében akkor ennek a folytatása lett az Art moziban. Hónapról hónapra jöttek oda osztályok, zeneiskolai csoportok, és más bárki bejöhetett kedvezményes díjjal.
Az rendező kért föl téged akkor, ugye? Mindenképpen a rendezőn keresztül és az Art Cinema, Art Plus Cinema mozi által jött ez a lehetőség, igen. Mert egyébként ezt a filmet már akkor nem is vetítették volna. Tehát így maradt életben a film idézőjelben, hogy egy ilyen kiegészítő előadással megerősített ezt a témát. Igen, ez több éven át, mert hát a Covid mosta el ezt a kezdeményezést. A mozik is aztán akkor ugye bezártak, és akkor utána nem is folytatódott, ugye én. Értem. Na akkor mi haladjunk tovább, aztán jött a következő, igen, forráshangok után. Hát lényegében az utolsó kiadvány. Én megfogadtam a Bartók után a feleségemnek, hogy én több könyvet nem írok. De amikor elkezdtem odáig, ugye nekem itt a polcon, hát nem látszik, de külön most egy elég kaotikus rendetlenség van, de általában így külön vannak tematizálva, és akkor van egy Bartók polcom, meg van egy Kodály polcom. És a Kodály polcról, amikor elkezdtem levenni a könyveket, elkezdtem olvasni, akkor rájöttem, hogy ezt a gondolatgyűjteményt, amit Bartóknál megcsináltam bizonyos tematikákban, mert ugye az előző könyvben nem mondtam, hogy ugye vannak nagyon szép dalok, de aztán Bartóknak összegyűjtött gondolatai több témában. És akkor ugyanezt lényegében megcsináltam szerkesztőként a kettős évfordulón, mert akkor volt Aranynak is, meg Kodálynak is évfordulója, és igen, akkor így jelent meg az emberi lélek virágai, ami lényegében megint a népi kultúrát és a népzenének a fontosságát, mert ugye nagy szalontai népdalokat, olyan népdalokat dolgoztunk fel, ugye te is, nagyon szép népdalokat, amiket igen, Arany János ismerhetett, ugye itt az elején írok Arany és a zene kapcsolatáról, aztán, hogy Kodály hogy került itt be a képbe, mert ugye Kodály kérték fel, hogy ő gyűjtsön nagy szalontán, és hogy rendszerezze ezeket a dolgokat. És akkor így az elején egy Kotta kis gyűjtemény, a végén van egy CD, ahol a Kottákban szereplő dalok vannak, vagy amelyen ezek a dalok szerepelnek, és aztán pedig 15 témában Kodály gondolatai, ami azt jelenti, hogy olyan témákat is megpendítünk, hogy a gyermekkorról, a természet szeretetről, a tanulásról, a magyarságról, a zenéről, az egyházi zenéről. Tehát ilyen témák vannak benne, nagyon érdekes. Na, ebből a könyvből még van. Na. Ebből a könyvből még van, mert ez 2000 példányban jelent meg, tehát ez, ha valakit érdekel, ezt még meg lehet szerezni. A sajnos az eddigiek közül, amit mondtam, se az értékes, vagy csak divatosból, se a forráshangokból, bár most a forráshangokból visszakaptam 2-3 példányt, tehát abból most még van, nagyon kevés. Se a hálangokból nincs, de viszont ebből a könyvből most még van készletem bőségesen. Jó. És ez is egy nagyon szép, mondom, nagyon szép kis, sőt, szép. Tehát az hasonlóan méltó könyv, mint a hálangok, mert kemény borítóval, és tényleg mondom, nagyon igen, szép, nagyon szép nyomdai munkával sikerült ezt is mondani. Igen. Szerezd jó barátokat, szeresd híven azokat, úgy szeressed azokat, éppen minted magadat, ha megcsal is egy vagy kettő álnoksággal, kibódolja a jó Isten igazság. Mert most ugye te elköltöztél Pestről, és ugye ott is játszottunk, ahol most vagy, Magyarorsbányán, ott is volt koncert, és ott is tevékenykedsz, mint zenei, művészeti, zenész, művészember. Hogy jöttél? Hát
Ez egy nagyon hasonlóan csodálatos történet, mint ahogy a jazzből való, ugye, vagy, az, vagy a koncertezésből való kimenekülésem. Ugye Budapestről azt írja Bartók, hogy tömlöc. Kiszabadultam a tömlöcből, Budapestből, Budapestről. Valahogy én is így éltem meg már. A fiatal koromban nagyon szerettem a város, de hát most már mindenki tudja, hogy nem olyan a város, mint volt egyrészt, meg hát én is változtam, öregettem, és amikor egy balatoni nyaralás után a családommal szinte egyöntetően azt éreztük, hogy már nincs nekünk maradásunk nagyon Budapesten, akkor lényegében nagyon gyorsan, szinte egy hét alatt találtunk egy nagyon szép kis települést, és itt a Gerecse egyik ilyen völgykatlanában, itt lényegében egy erdő öllel állt bennünket, és igen. Itt találtunk új otthonra, és egyáltalán nem bánjuk. Igen, hát itt munkálkodunk minden szempontból, most már termelünk magunknak valamilyen szinten, hát ez nem termelés, inkább csak ugye is van egy kis konyhakertünk, van szőlőnk, tehát úgy érzem, hogy ennek eljött az ideje, és egyébként egyre több ember érzi ezt, hogy főleg a Covid óta, hogy mennyire sérülékeny ez az egész fogyasztói társadalom, meg ez a globális világ, és most egyre jobban ugye mindenki próbál, aki egy kicsit így figyel ezekre a jelenségekre, próbál valahogy a személyes és az egyszerű kis dolgokhoz menekülni, ami tudod, hogy te termelted meg, te csináltad meg, tudod, hogy mi az, biztos benne, hogy az abból van, mert ugye hát rengeteg hamisítás van, rengeteg probléma az élelmiszerekkel, és nem csak a zenét hamisítják, hanem az élelmiszereket is sajnos, tehát az egész világ egy ilyen hazugság birodalma lett sajnos, mert ezt ugye nem csak a levegő tiszt, hanem tényleg a hangok is. Tehát én 3 éve élek itt, de én még soha nem ébredtem föl valami hangzavarra. Budapesten pedig már nem tudtam nyugodtan aludni. Tehát nagyon sok oka van annak, hogy lényegében kifutottunk, igen, vagy kimenekültünk a városból. Azt is meg tudom, igen, érteni, ha valaki ott marad, igen, és ott él. Sőt, minden tiszteletem az oké, de én már nem tudtam ezt csinálni, és így... Persze. Talán nem bántam meg, szóval nagyon, nagyon, nagyon hálásak vagyunk, és egy kegyelemnek csodának tartjuk, hogy ilyen találtunk egy új otthon. Na hát nagyon örülök, hogy tudtunk beszélni, és köszönöm az idődet, köszönöm ezeket a csodálatos kiadványokat is, meg mindent, hogy beszéltél róla, és további sok sikert. Nagyon köszönöm, nagyon. Várjuk a következő könyvet. Hát most már és hát úgy a következő mondtam, koncertet. És a következő koncertet, ugye? Ja, hát az meg főként. Aztán... Én nagyon hálás vagyok, hogy együtt zenélhettünk, és tényleg lényegében egy ilyen nagyon jó érzés volt ez a magyar népdalos feldolgozás, amit te lényegében lemezre vett. És te végül is így te vezettél rá erre, lehet így mondani, hogy ezekre a népdalokban mennyi minden van, és mennyire fontosak ezek, és mennyire mély, és egyszerű. Igen, 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 igen. Nem, nekem se volt egyszerű ezt valahogy kicsit átvinni az én világomba, vagy egy kicsit másképp játszani, de mert ez egy nagyon finom dolog, és ezt úgy gondolom, hogy ezt finoman is kell kezelni. És így született meg ugye a szóló lemezem, nem is tudom már, hogy 6 évvel ezelőtt a Hungarian Folks az lemez. És hát ennek játszuk ugye a zenekari kibővítményt, azért mondjuk el, ugye Fekete Pisti fúj, Luciancsi bőgőzik, ugye. Hát és ugye azért azért nem teljesen vonultál le mármint a kollégáktól, mert hát is a kollégákkal játszol és jó kapcsolatban vagy nagyon sok emberrel. Igen, ez lehet így mondani, úgyhogy... Igen, ez helyére kerül, tehát hogy egészséges módon ezek mindig meg vissza, tehát az ember azért nem tudja önmagát megtagadni teljesen, meg nem is kell olyan értelemben, hogyha valami jó és minőségi és felemelő,
De viszont már azt nem csinálnám, amit régen. Ez nekem megtisztelő, hogy veletek játszhatom magyar népdalokat, vagy ami jól esik, és tényleg méltó a zenéhez, azt nagyon szívesen, de már azt a napi szintű, rutinos, szerintem mókus kereket már nem csinálnám. Úgyhogy néha-néha beülök a dobhoz, egy kicsit dobolgatok, játszok. Így van. És örülök így neki, van. De van. Mondom már, ez... Mi is, én is örülök neki. Nagyon köszönöm. Köszönöm, hogy itt voltál, és köszönöm, hogy... Köszönöm. Szervusz, minden jót. Szervusztok, minden jót. A mai podcastben Ferge Bélát láthattátok. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Ha tetszett a műsor, akkor kérlek támogassatok minket egy lájkkal, illetve fel tudtok iratkozni is, amit nagyon szépen köszönök. További szép nyarat, hamarosan találkozunk.